Iskolakezdés támogatja a város a nyíregyházi gyerekeket. Értesítés levélben vagy elektronikus úton tájékoztat a NAV. Irodalmi díj, Nagy Zsuka, nyíregyházi költő kapta a tokai írótábor díját. Híradó a nyíregyházi televízióban, jó estét kívánok! Bő két hét múlva megkezdődik a 2017-18-as tanév. Nyíregyháza önkormányzata idén is különböző juttatásokkal támogatja a szülőket és gyermekeket. Idén 2680 diák után kapnak majd a családok Erzsébet utalványt, mintegy 4700 gyermek kap ingyenes tanszercsomagot, és több ezer tanulónak biztosítanak bérlettámogatást is. Az iskolakezdés nagy anyagi terhet ró a családokra, hiszen ilyenkor meg kell venni az oktatáshoz szükséges eszközöket, felszereléseket. Nyíregyháza önkormányzata minden évben, így idén is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megkönnyítse azoknak a szülőknek az életét, akik iskolás gyermekeket nevelnek. A zökkenőmentes tanévkezdést már most, augusztusban megalapozza az önkormányzat, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak alapösszegű támogatást kapnak. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pedig emelt összegű természetbeni támogatást kapnak. Az alapösszegű támogatásra jogosultak 6000 forint, az emelt összegű támogatásra jogosultak pedig 6500 forint értékű Erzsébet utalványt kapnak gyermekenként. A támogatást ebben a hónapban postai úton kapják meg az érintettek, ezt követően decemberben ismét megkapják a támogatást, szintén Erzsébet utalvány formájában. Azt ruhára, tanszerre vagy élelmiszerre fordíthatják a családok. A juttatás közel 2680 gyermeknek jár. Külön kérelmet nem kell benyújtani a szociális és köznevelési osztályra, hiszen annak folyósítása automatikus. A megyeszékhely pedig más területen is segíti a családokat. Nagyon fontos a diákok iskolába járásának a támogatása, bérlettámogatás, ami úgy valósul meg, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, diákok a bérlet, kifizetett bérletdíjnak a 30%-át utólag megkapják az önkormányzattól. Amennyiben ezen körön belül valaki hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, akkor a bérleteknek a 80%-át támogatjuk, térítjük meg a családok részére. Nagyon fontos, hogy ez egy önként vállalt önkormányzati feladat, és saját forrásból oldjuk meg. Ugyanilyen önként vállalt feladat, és szintén saját forrásból finanszírozzuk, a kisiskolások tanszercsomagellátását, ingyenes tanszercsomagellátását 1-4 év folyamban. Ez 1500 forint értékben minden kisiskolásnak jár, aki nyíregyházi lakcímmel rendelkezik, függetlenül attól, hogy milyen fenntartású oktatási intézményben tanul a gyermek. A támogatást 4708 gyermek kapja meg. Könnyebbséget jelent az is, hogy a gyermek étkeztetéséért sem kell fizetni bölcsődében, óvodában, valamint elsőtől nyolcadik évfolyamig azoknak a családoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Azok a családok, akik három vagy több gyerekesek, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő középiskolások csupán a térítési díj felét fizetik. Nyíregyháza önkormányzata ösztöndíjakkal is segíti a tanulókat. Évente kétszer, tavasszal és ősszel hirdetik meg a rászoruló hallgatókért ösztöndíjat. A kuratórium 2016-ban a pályázati elbírálást követően 25.000 forinttól 60.000 forint összegű támogatást állapított meg 86 fő részére, összesen 2.950.000 forint összegben. Idén tavasszal 22 pályázó részesült támogatásban, de nem csak az általános és középiskolás diákokat támogatja az önkormányzat, hanem a felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatókat is. A Bursa Hungarika ösztöndíjat közel 200-an veszik igénybe Nyíregyházán, az önkormányzat 7 millió forintos keretösszeget biztosít rá. Október végéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal mintegy 1 millió adózót értesít arról, ha az elmúlt évről adó, vámtartozása vagy túlfizetése van. Idén már a kivonat elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt, az, hogy mennyit kell fizetni, illetve mennyit igényelhet vissza. Adószámla kivonatot 2017-ben csak az kap, akinek legalább egy adónemben 2000 forintnál több tartozása vagy túlfizetése van a tavaly december végi adatok alapján.
A kivonat mellett késedelmi pótlék értesítőt is találhat a postaládájában az, aki fizetési kötelezettségét 2016-ban nem vagy csak késve teljesítette. A most érkező kivonatokon az adó- és vámfolyószámlák egyesítése miatt már a vámtételek is szerepelnek. Akik tartoznak, illetve késedelmi pótlékot kell fizetniük, kötelezettségeiket csekken, átutalással, bankkártyával vagy esetleges többletük átvezetésével is rendezhetik. Túlfizetés esetén a 17-17-es nyomtatványt kell benyújtani a visszaigényléshez. Azok a magánszemélyek, akik 2016. január 1-e, illetve 2017. június 12-e között valamilyen elektronikus adatszolgáltatást tettek a NAV felé, vagy pedig a bevallásukat így nyújtották be, illetve azok az adózók is, akik elektronikus bevallásra kötelezettek, már nem kapnak papíralapú folyószámla kivonatot. Ők az elektronikus tárhelyükön tekinthetik meg az ügyfélkapunk keresztül a folyószámlájuknak az alakulását, és természetesen a pótlékértesítőt is itt tekinthetik meg. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei azt javasolják, az adószámla kivonatot, illetve a pótlék értesítőt mindenkinek célszerű összehasonlítani saját nyilvántartásával. Az adatok értelmezésében a kivonat mellékleteként megküldött tájékoztató segíthet. Eltérés esetén észrevételt lehet tenni személyesen az ügyfélszolgálatokon, vagy telefonon a 0680 20 21 22-es telefonszámon, esetleg írásban a NAV ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerén keresztül. Ebben a NAV honlapjáról letölthető és kiküldött kivonatokhoz csatolt észrevétel adószámla kivonatra és a kapcsolódó késedelmi pótlék értesítőre elnevezésű nyomtatvány segít. A társasházak lakóinak kötelező betartani az általános és a társasházra vonatkozó egyedi tűzvédelmi használati szabályokat. Veszélyes anyagot nagy mennyiségben tilos a társasházakban tárolni, illetve csak szigorú előírások után lehet az egykori szemét ledobókat tárolóhelyiségként használni. Az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló rendelet határozza meg azt, hogy milyen anyagokat lehet és hogyan kell szakszerűen tárolni a társasházak lakóinak. A szabály kimondja, hogy az épületben éghető anyag csak olyan mennyiségben és módon tárolható, amely nem okoz tüzet vagy robbanást. A társasházakat rendszeresen ellenőrzi a katasztrófavédelmi igazgatóság. A szemlék során figyelik, betartják-e a házak lakói a tűzvédelmi előírásokat, és megtesznek-e mindent annak érdekében, hogy ne alakuljon ki tragédia. Arra szeretnénk felhívni a tisztelt lakók, illetve a lakóközösségeknek a figyelmét, hogy a ott tárolt anyagoknál nem mindegy, hogy hogyan és milyen mennyiségben használják ezeket a tároló helységekben. A folyadékok esetében ugye többen benzint, üzemanyagot, illetve gázolajat is tárolnak. A lakóépületek vonatkozásában ez 10 liternél nagyobb mennyiséget nem haladhatja meg. Ugyanakkor a gázpalackok is több helyen előfordulnak. Olyan esetekben, amikor többszintes lakóépületről beszélünk, a gázpalack tárolása szigorúan tilos, a különálló épületek esetében pedig elő van írva az a mennyiség, amely a tűzvédelmi előírásokban szerepel. Önálló egylakásos lakóépületben legfeljebb 20 liter tűzveszélyes folyadék, valamint robbanásveszélyes aeroszol tárolható. Lakóépülethez tartozó garázsokban a gépkocsikba épített üzemanyag tartályon kívül parkoló állomásonként és tároló helyiségenként legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy más robbanó motoros gép üzemeltetéshez és a háztartásban használatos éghető folyadék tárolható. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjármű tárolókban gázpalackot tárolni azonban szigorúan tilos. Sok társasházban a szemétledobókat is tárolóhelyiségként használják. A rendeltetéstől eltérő használat azonban könnyen okozhat kiterjedt tüzet, ezért nagyon fontos betartani a szemétledobók és hulladéktárolók használatára vonatkozó szabályokat. Fokozott veszélyt jelent, hogy a szemétledobó összeköti az épület szintjeit, ezáltal egy valahol kialakult tűz rendkívül gyorsan tud emeletről emeletre terjedni. További veszélyt jelent a lakókra nézve, hogy a szemétledobóban keletkezett tűz füstje és hője nagyon megnehezíti a lépcsőházban való menekülést és a mentést. A szemétledobó helyiségek tárolóhelyiségként történő használata a létesítéskor hatályos jogszabályi előírások szerinti kialakítás mellett jogszabálysértő és szigorúan tilos. A helyiséget csak akkor szabad tárolásra használni, ha a szemétledobót eltávolítják a födémből és annak helyét arra alkalmas tűzgátló megoldással lezárják.
Folyamatos az ebb nyilvántartás Nyíregyházán. A megyeszékhelyen a bejelentések alapján jelenleg 10.800 kutyát regisztráltak a Nyírvévénél. A cég 3 évente végez ebb összeírást, ám a nyilvántartás aktualizálása miatt az esetleges változásokat minden kutya tulajdonosnak jeleznie kell. 2013-ban volt az első ebb összeírás Nyíregyházán, 2016-ban pedig a második. Tavaly szeptember 30-án fejeződött be az összegzés, ám annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, minden 4 hónaposnál idősebb ebb tulajdonosának, tartójának egy ilyen ebb bejelentő lapot kell kitöltenie. A nyomtatványon szinte minden információt fel kell tüntetni a kutyával kapcsolatban, többek között a hívó nevét, esetleges ivartalanításának időpontját és a veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag nevét is. Az állatok védelméről szóló törvény rögzíti, hogy az önkormányzatoknak 3 évente ebb összeírást kell végezniük, és ebből a Nyírvévé készített, illetve vezet egy elektronikus nyilvántartást, és hát nagyon fontos, hogy ezek az adatok aktualizáltak maradhassanak, ezért arra kérjük az app-tartókat, hogy folyamatosan jelentsék a kutyákkal kapcsolatos változásokat, tehát például a szaporulatot, az esetleges elhullást, hogyha elköltöznének, a kutya oltásában bekövetkező változásokat, vagy hogyha például elajándékozzák a kutyust. Jelenleg egyébként 10.800 kutyát tartunk nyilván. A korukon, a nemükön és a fajtájukon kívül adatokat rögzítünk az ivartalanításukra, a kisállatútlevelükre, a transponderükre és az oltásaikra vonatkozóan. És hát ennek az adatgyűjtésnek az a célja, hogy az önkormányzat maradéktalanul el tudja látni az ebrendészeti, illetve az állatvédelemmel kapcsolatos feladatait. Az ebb bejelentő lapot a kutyatulajdonosoknak és tartóknak kötelező kitölteni és azt eljuttatni a Nyírvévé részére. A nyomtatványt személyesen is el lehet vinni a céghez, központjuk a Tüzér utca 2-4 szám alatt van. A nyomtatványoknak emellett gyűjtőládát helyeztek el többek között a búzatéri piaccsarnokban, valamint több állatorvosi rendelőben, de postai úton, valamint e-mailben is elküldhető a bejelentőlap. A nyírvévé.hu weboldalról tölthető le a nyomtatvány, a kitöltött és aláírással ellátott adatlapokat az app@nyirvv.hu címre várják. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege 30.000 forint. Nagy Zsuka, nyíregyházi költő kapta a Tokaji Írótábor díját. Mindjárt jönnek a részletek, előtte még nézzük a nap további híreit. Hétfő délután a Bethlen Gábor utcán egy korhat faága rászakadt egy villanyvezetékre, amit leszakított. A katasztrófavédelem munkatársai megszüntették a közúti akadályt, felfűrészelték a fát, amit a Nyírvévé elszállított. A helyreállítás idejére az áramszolgáltató kikapcsolta a szolgáltatást. Hétfő délután a Búzatéren személyi sérüléssel járó baleset történt. Az Új utcára akart kanyarodni a Rákóczi utcáról egy személygépkocsi, de a Szénatér felől már érkezett egy autó és összeütköztek. Az okozó járműből szállítottak a mentők egy sérültet a kórházba, az anyagi kár igen jelentős. Szintén a Búzatéren történt baleset hétfő délután, egy autós a Búza utcáról szabálytalanul akart bekanyarodni az Új utcára, ekkor ütközött össze a Bethlen Gábor utca irányából szabályosan érkező járművel. A vétlen autó sofőrje megsérült, a mentők kórházba szállították, az anyagi kár jelentős. Hétfő este Sóstóhegyen a Szellő utcáról kanyarodott balra egy autós, de érkezett egy fát szállító teherautó és neki ment. A jelentős anyagi kárral járó balesetben személyi sérülés nem történt. Erős áramú kábelt fektet az EON a Vasgyár utcán. A munkálatok érintik a gyalogos, a kerékpár és a járműforgalmat, ezért az arra járók figyeljenek a sebességkorlátozásra és a megváltozott viszonyokra. A munkálatok egész héten tartanak. 1994 óta először lett nyíregyházi díjazottja a Tokaji Írótábornak. Nagy Zsuka, költő, középiskolai tanár a tábor záró plenáris ülés után kapta meg a Tokaji Írótábor díját. A szó útja, a magyar irodalom közvetítésének kihívásai, változásai és módozatai Arany Jánostól napjainkig. Így szólt a hétvégén rendezett 45. Tokaji Írótábor témája. A fensőséges irodalmi körben vette át a díjat a Mégis Marionett és az idei könyvhétre megjelent Küllők, sávok verseskötet szerzője, a Széchenyi István közgazdasági és informatikai szakgimnázium magyar tanára.
Nagy Zsuka a Szabolcsi Írók Társaságának alapító tagja, titkára, a Megyei Szemle irodalmi szerkesztője. A Vörös Postakocsi, az Eső, a Bárka, a Pannontükör, a Tiszatáj és az Ambrózia, illetve egyéb irodalmi társaságok folyóiratok munkatársa. Kaleidoszkóp díjas költőkét gyakorta kérnek fel képzőművészek kiállítás megnyitóra. Nagy Zsuka, írja laudátora a pályatárs Körti László, akit van szerencsém egészen a pályája elejéről ismerni, akivel együtt indultunk Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből Mezitláb, azon a tűzönfutáson, amit gyűjtőnéven irodalomnak szokás nevezni, de gyakorta nehéz belátni, hogy a személyes élet vagy az irodalom-e a tétje mindannak a vállalásnak, amit a mindennapok szintjén és a Parnasszus oxigén hiányos magaslataiban kell megvívni az embernek mindenek előtt önmagával. De hogyan indult ez a csata? Erről szól a kitüntetett. Én úgy érzem, a zsigereimben van valamiféle lirikusság és költészet, egészen kicsi gyerekkoromtól. Hát én az ösztönös, ilyen játszó szerző vagyok, akinek a testében, szívében, lelkében van az írás, a szemlélődés, a törődés, és az elesettek iránti részvét, ami költészetbe jön ki, de azért azt tudjuk, hogy azért van egy mesterség is, amit meg kell tanulni, ennélkül nincsen költészet, de az, hogyha csak valaki a technológiát tudja, és nincs benne arcbolvasás, nincs benne lélek, akkor az nem fog eljutni a másik emberhez, de meg van írva, jó mestember megírt. Nagy Zsuka egy újabb verses köteten dolgozik. A Pigment talán már megjelenik a jövő évi könyvhétre, de viselős állapotban van már egy novellás kötet is. Az Emberi mesék munkacíme ebben a pillanatban a Szanatórium. Augusztus közepén újra rajtolt a városi kispályás labdarúgás, amelynek újabb egy évadra az Intersport lett a névadó szponzora. Dolgoznak a Nyíregyházi Sportcentrum kosarasai is, már a következő bajnoki szezonra alapoznak, és megkezdte a felkészülést a leány utánpótlás korú kézilabda csapat is. 120 csapat 3000 játékosával újra rajtolt augusztus közepén a városi kispályás labdarúgás. Az előző évadban 82 csapat versenyzett, 2017-18-ban Dajka László főszervező irányítása alatt 38 csapattal több vesz részt a városi kispályás labdarúgásban. Az ország legnagyobb kispályás bajnokságává fejlődött megmérettetés sorozatra nem csak Nyíregyházáról, hanem annak vonzás körzetéből is sokan neveztek. Így levelekről, napkorról vagy éppen nyírtúráról is érkeznek majd játékosok. Ebben az évadban 6 új csapat is érkezett, és mindössze 2 szűnt meg. A játékosok között egyre több a fiatal, nagyon sok diák csapat is indul a bajnokságban. A kispályás labdarúgók jó körülmények között rúghatják a labdát, hiszen az elmúlt hetekben a stadion pályái új salakréteget kaptak, és mindegyiket ledes égők világítják meg, így sötétben is lehet színvonalas találkozókat rendezni. Dolgoznak a kosarasok is. A Nyíregyházi Sportcentrum összes utánpótlás kosárlabda csapata megkezdte már a munkát a következő bajnoki szezonra. A fiataloknak még ugyan tart az iskolai nyári szünet, de már a korosztályoknak megfelelően külön-külön edzenek. Újdonság, hogy az U16A csapatát a kék cápákat erősítő Bús Iván edzi. A Blue Sharks augusztus 24-én Debrecenben egy edzőmérkőzés keretén belül a Vasas csapatával csap össze. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Bő 2 hét múlva megkezdődik a 2017-18-as tanév. Nyíregyháza önkormányzata idén is különböző juttatásokkal támogatja a szülőket és gyermekeket. Idén 2680 diák után kapnak majd a családok Erzsébet utalványt, mintegy 4700 gyermek kap ingyenes tanszercsomagot, és több ezer tanulónak biztosítanak bérlettámogatást is. Október végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal mintegy 1 millió adózót értesít arról, ha az elmúlt évről adó, vámtartozása vagy túlfizetése van. Idén már a kivonat elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt, azt, hogy mennyit kell fizetni, illetve mennyit igényelhet vissza. 1994 óta először lett nyíregyházi díjazottja a Tokaji Írótábornak. Nagy Zsuka költő középiskolai tanár a tábor záró plenáris ülés után kapta meg a Tokaji Írótábor díját.
A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Holnap igazi kellemes nyári időben lesz részünk. Mindjárt jövünk a részletekkel, legfrissebb hírekkel pedig holnap este is. Várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!